Mind a Bogács község önkormányzata ünnepi műsorral fogadta a résztvevőket a Bogácsi Közösségi Házban a faültetés előtt megrendezett ünnepségen. Az első fákat 2009-ben ültették Hanák Zsolt és felesége kezdeményezésére, azzal a szándékkal, hogy a nemzet színészeinek állítsanak emléket. Az eltelt évek alatt 22 piramistögy facsemetét ültettek el, többek között Stankai István, Halmon Péter, Bodrogi Gyula, Tordi Géza, Törőcsik Mari tiszteletére. Tavaly Molnár Piroska, idén Gera Zoltán és Bicskei Tibor hozzátartozója, valamint Kóti Árpád színművész ültethetett fát. Kóti Árpád Kossuth és Jászai Mari díjas színész 1960-ban Egerben is játszott, 63-tól napjainkig azonban a Debreceni Színház művésze. Tavaly decemberben választották őt a nemzet színészévé. A Kossuth díjat azt gondoltam, hogy majd egyszer megkapom, többször föl voltam terjesztve. Aztán a végén megkaptam, de az, hogy a nemzet színésze legyek, azt én nem is mertem, remélni se meg. Még jóformán most sem hiszem el. Hanák Zsolt a Színészliget létrehozója itt töltötte gyermekkorát, és ezért választotta el községet a Színészliget helyszínéül. Emlékére 2012-ben ültettek fát. A férjem ezt álmodta meg, és hát olyan gyönyörűség a lelkemnek, hogy ez ilyen szépen karbantartott ligetté fejlődött föl, és olyan nagy hálával, köszönettel tartozom én itt az önkormányzatnak, hogy ezt minden éven felvállalják, és gondozzák, ápolják ezt a szerintem csodálatos megvalósult álmot. A faültetés után megkoszorúzták a Magyar Teátristák keresztjét, melyen a színész szakma nagyjai vannak feltüntetve.